A fafúvós zeneoktatás régóta sikeres Bonyhádon. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai a versenyek mellett számtalan alkalommal varázsolták már el a helyi közönséget, ahogy tették ezt a művelődési központ soron következő térzenei programján is. Azt hiszem, ez egy különleges koncert lesz. Egyrészt azért, mert a zeneiskolánk nagyon sokat jelent az, hogy Bonyhád városa felfigyel rá és mindig vigyáz arra, hogy a zeneiskola is jól érezze magát a városban, és azt hiszem, mi is teszünk azért, hogy a városlakók ezt a kultúrát, amit mi próbálunk emelni és közvetíteni, azt keressék és megkapják. Ebben igyekszünk a mai koncerten is. Azt hiszem, zeneiskolánknak egyik legmeghatározóbb személyisége jelenik meg a koncerten, és a tanítványaik. Selejnyő Jaroszláv nagyon sok sikerrel büszkélkedhet tanítványaival versenyeken, országosokon, sőt európai versenyeken is, amiért a zeneiskola nagyon hálás neki, hiszen ő nagyon sok munkát áldozott ezért a sok sikerért, és azt hiszem, felesége Alexandra pedig egy olyan biztos alapot jelent a klarinétosok számára, ami szerintem feledhetetlen élményt nyújt nekik fiatalkoruktól kezdve, időskorukig biztos vagyok benne, hogy emlékezni fognak Szandra nénire, ahogy együtt muzsikáltak, hiszen szerintem az együtt muzsikálásnál nincs is csodálatosabb a világon, főleg, hogyha ezzel örömet szerezhetünk a hallgatóságnak. Amikor már odáig eljutnak a diákok, hogy ilyen országos versenyeken megjelennek, akkor nem hiszem, hogy ez stresszt okoz bennük. És azt hiszem, hogy egy kicsit ellenkeznék ezzel az állítással, hiszen hogyha otthon játszunk, akkor minket ismernek és családtagok vagyunk, és örülnek nekünk, és szeretnek, még akkor is, hogyha esetleg megakad egy-egy billentyűn az ujjunk, akkor is az a gyermek, az a mi gyermekünk, és azt hiszem, hogy a legjobb otthon örömet szerezni. Ezek versenyműsorok, hiszen az összes növendék, aki itt szerepel, bejutott országos versenyre, és ezeket a versenyszámokat fogják ma itt megmérettetni közönség előtt, amivel készültek. A diákok Pókai Ágnes, Segyler Réka, Pókai Lilla és Matkovics Milán, akik az este folyamán a tél szürkeségéből zökkentették ki a nagy érdeműt zenéjükkel. Egy országos versenyre készülnek éppen. Ágitól 3 versenydarabot hallhatott a közönség a télzenei estén. Egy évet furiáztam, és most már 7 éve, hogy klarinétozom. És azért kezdtem el klarinétozni, mert a nővérem mind a kettő klarinétozik, és hát én is utánuk akartam menni. Van egy kötelező, és 2 szabadon választott darabunk ugye az országosra. A válogató Pécsen volt, és nagyon jó volt a felkészülés végig, mert nagyon jó hangulatba telt jó emberek között, és mindig, már ez a második országos versenyünk, amire készülünk. Többek között olyan híres zeneszerzők művei hangzottak el, mint például Carl Nielsen és Kovács Béla. A télzenei programsorozat február 7-én folytatódik a Bonyhádi Művelődési Központban.